Szóval feljön színpadra, jelentkezik, aztán csokítse hoz nekem, varázsigét se tud. Mire kettél fel színpadra? Nem tudja. Reggel felébredt, nem tudom, hogy nem a felvég színpadra. Megnéz, hogy tudnak neki segíteni? Segítünk neki? Jó, mindenki emel fel a kezét, az egyiket, és mondja azt, hogy abrakadabra legyen benne édesség. Hadd hallom! És kérem egy nagy tapsot magatoknak, meg a fellépő kislányoknak, mert nagyon ügyesek. Gyorsan vedd a számba, gyorsan mondd meg nekem, milyen ízű az édesség. Uram, milyen ízű? Milyen ízű? Gyorsan. Csoki. Csoki, nem csoki ízű. Sokat gondolkodtál ezen? Igen. Hát jó, uram, csokinak milyen íze van? Csöndize. Ő ízű. Ő magyaros. Te kezed vagy magázod? Ő magyaros. És az Zuri ember szerint. Milyen íze van a csoki? Finom. Szóval, ugyanabban a tavaszból van egy finom csoki, van egy morogyós, akarom mondani, magyaros, és van egy csoki. Mamma mia! Hadd hallom! Így van, és csoki eső van, meg cukorka mellette, szedjed fel, minden van! Vigyázz! Kész! Rád! Gyorsan, csak itt a szállban, gyorsan mondd meg nekem, milyen is ez a csokoládé hölgyem. Jó, és szerintem milyen hölgyem? Nyisd ki a szemed most már. Milyen íze van a csokiról? Még mindig Szerinted? Magyaros. Morogyós? Magyaros, tele szája, nehéz beszélni. És szerinted milyen ízű? Aki tesónak kérünk egy hatalmas tapsot, mert ez morogyós csoki vagy. Mit kell nekem ahhoz hallani? Majdnem jó. Nem, ide. Itt van a hölgynek egyben jár egy marék csoki, tartsd meg a tenyeret. Új. Szóval, hadd hallom hangosan! Az édességed, ide jön az édességed, és megy az édesség talán. Majdnem tökéletesen egyszerre, és akkor megnézzük, hogy lett-e benne édesség. Természetesen lett. Lumpának meg lumpának jár egy kis csoki. Még hangosabban! Folyamatosan! És akkor a fesgő a levegővel! Menjünk a másik oldalra! Még egyszer arra az oldalra lassan! Másik oldalra lassan! Egy kis taps! Egy kis forgás! És egy hatalmas nagy sikítás!